Hasfit zsomacos termékek a videosbolt.hu/zsomac oldalon, link a leírásban. Sziasztok srácok, Iklesi Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És ez lenne a második, illetve a harmadik karakteremben, bocsánat, és kezdjünk mindent előről, Season 02. Itt vagyok ugye a legkisebb karakteremben, ahol utoljára ezt a decket próbálgattam, és azt mondom, hogy egész jól működött, úgyhogy ó, Canont unlockoltuk meg a barbárokhoz szereztük egy-két kártyát. Ugye nem olyan rég léptünk arénát, szóval ez... Wow, még egy kártyát unlockoltunk, de hát ugye a barb, hát az annyira nem kell nekünk. Gold, bomber, skeletonok, hát az, a free chest jobb volt konkrétan. Úgyhogy én azt mondom, hogy kérjünk egy-két minion-t klántársainktól, és akkor tudjuk ötösre fejleszteni. Valamint azt akarom megnézni, hogy achievement, 20 kártyám van, ezért 3 gemet kapok. Valamint van egy olyan, hogy egy friendly battle-t nyerjünk meg 50 gem, 4 win egy challenge, tournament-et joinoljak, csináljak egy tournament-et, 1000 kártya, 30 kártyám, egy arena 4, 5000 kártya donétoljak, oké. Oké, akkor meg is lett szépen a minion fejlesztés 5-ösre, aztán unlockoltuk a Canont, minipekka, igen, meg a barb, hát ott meg a barbárt igazából tudjuk fejleszteni, de nekem ez a deck egyelőre jól működik, és ugye most már ti is, hogyha kerestek egy decket kisebb arénákba, akkor csináltam erről egy videót, hogy azt nézzétek meg, és akkor igazából segítséget nyújtok nektek abban, hogy hol találjátok magatoknak jó decket. Nos, remélhetőleg ebben a videóban meg lesz az 1000 kupon, és tényleg már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel vagyok hozzá. És úgy látom, hogy az ellenfelünk egy nem barbhátos, hanem goblinhátos kombóval nyomja, és fireballozta az archerémet, jól van. És hol van a 2000 goblin, nem goblin, de goblin bedelem. Na figyeljél, lelakom a Walkert úgy, hogy betargetelje a távol, viszont ugye neki sok élete van, ezért annyira nem zavar ez minket. Én inkább egyelőre próbálom ezt olcsón megúszni. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Na gyerünk, Goblin Barrel. Jó, sokat sebeztél viszonylag. Az nem annyit, mint az a... Megvárjuk, hogy ide érjen. Oha, hogy neked is van ilyened. Jó, nem baj, Ero. Azért majdnem nem szedtem le. Azért az kritikus lett volna, na nézzük, hogy mit fog csinálni. Ötös Knight. Aj, ez az Walker. Gyerünk. Come on. Ez az 1400 élet. 1200, 1000 élet. Adom. Na jó, akkor most le fogom rakni a Walkert megint, ahogy ideér a Baby Dragon. Viszont most már elcsereket is rakok, hogy szépen leszedjük gyorsabban. És hát ez a lényete van a tornyának, mi legyen. Knight-ot lerakok. Aha, valamint skeletonokat, és akkor végül egy goblin. Úristen! Hát annak a tornyának ott annyi. Hát ezt nem kellett volna így csinálni, de hát nem volt túl sok más választásom. Úgyhogy ezt a push gyorsan szedjük le. Nagyon gyorsan. Persze, Archerek, hova mentek? Hova ment? 1600. Ejjaj, mi lesz itt? Gyerünk, te ide gyere. Ide gyere, ha mondom. Ó, ezt nem így kellett volna, na mindegy. Hova megy ez a Walker? Nem baj, én már akkor hármas készülök. Nem tudom, mit csinálok, csak pakolok le mindenkit. Haha! Ez a lepakolás mindenki felé, ez egész jól működik, mert már két tornyát leszettem konkrétan. És most készülök a King Tavern-nek a leszedésére is, amit ő közül megkísérel leszedni az enyémet is, de én nem hagyom! De mondjuk a Knight-ot pont odaért, de mindegy, azért lehármaztuk, az a lényeg. Igen, itt azért még könnyebb taktikázni, mint nagyobb kupáknak, ezt már párszor említettem, és mindjárt megvan a Crown Chest, és mindjárt megvan az 1000 kupa is. Ami ugye, hát nem annyira rossz. Nos, sok szerencsét kívánunk, ugyanis egy szintén level 4-esen megyünk szembe, és talán már említettem, hogy én nem szeretek
gyengébb szintűek ellen játszani, azért, mert általában, ha valaki gyengébb szintű és annyi kupánál van, mint én, akkor az tud valamit. Az tud valamit, úgyhogy hát én ezektől kicsit félek, de nem tudom, nem nagyon akar akármit is csinálni. Jaj, ne. Hú, az az Archer, az az Archer. Na, jól van, akkor én azt mondom, hogy ezt a Walkert ide lerakjuk, amivel szépen leszedjük a... Inni. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jól van, azt hittem sosem szedjük le azt a fost. Inni, és a pancakes-es mini pack-át is, és ez az. És már indulat is a következő goblin, bár mondjuk egész sokat sebzett ő is, mint láthatjátok. Viszont én sem hagyom ezt a dolgot annyiba, úgyis az Archer szépen leszedik a Baby Dragont. Nagyjából nem sok élete marad neki. Töké. Töké, én azt mondom. És egyet tud hitelni, az not bad. Úgyhogy ez nem tudom, mi volt ez a witch, nem baj, Walker teljes counter. Úgyhogy ez easy win volt. Viszont azt a Walkert már igazából hagyom meghalni, ezt a Knightot pedig ide hátulra lerakom, hogy előkészítsem igazából a következő pushomat, mondjuk... Az béna volt, mondjuk eléggé. De nem tudom mit fog csinálni. Mindenesetre Arrow-val készülök. Hát akkor Arrow. Shit. Nem elég meg egyből az árcserjeim a skeletonjait. Hát ez elég szomorú. Ez szoros volt. Ez szoros volt. Na, mit fogsz berakni mögé? Aha. Gyere beljebb egy kicsit, gyere beljebb egy kicsit, és így. Így, mi? Aztán erre készülj, minionok. És egy goblin barrel. És knight, skeletonok. Skeletonoknak semmi értelme nem volt. Ah, mini pekka, ne! Hogy konkrétan az erója leszedi az Archer-émet is. Hát ez szuper. Ajj, áttargetett, mert túl messzire ment! No. Ebben nem lesz 3. 15 másodperc alatt. Nem, nincs elég idő. Pedig, ha még lett volna még egy ilyen 5 másodperc, akkor le tudtam volna szedni. Viszont két volna, és azt hiszem megvan a Crown Chest. De nem vagyok biztos, megvan. És mindjárt megvan az 1000 kupa is. Aha, kis gold, az sos erd, gemet, ezt gyűjtjük. Ó, Rokit, yes! Nem, mintha használnám. Walker, jó! Spear Goblin és Canon. Hát ezeket annyira nem használom, a Spear Goblint az könnyű leszedni, viszont a Walkert igen, mert fel is húzom 3-as, mondjuk egy 2-es Goblin Barrel sem lenne rossz. Mitán lakoltunk ki, igen, a Rokitot. Mondjuk a Prince, hát... Kell a területi edzés, azért hagyom bent a Walkert. Na nyomassuk! Nyomassuk, és ha jól nyomatjuk, akkor ezzel a csatával minden igaz megvan a 3000 kupa. Miről beszélek? 1000 kupa. 1000 kupa, és egy ember nézze a klánba, két ember nézze a klánba, lehet az előző meccseket is nézték, csak nem figyeltem amúgy. Az jó. Az good. Úristen, mi az a save? Megmentettem azt az Archert a haláltól. Hú, ez a pontos, meg beleraktam a Walkerbe. Az kellett volna, hogy jó volt egy tornyod. Volt egy tornyod, a Goblin Barrel konkrétan még sebzetlen. És le is szedték a tornyot a sunyiba hátulról. Hát ez van, srácok, hogyha valaki nagyon elsietti a dolgokat. Ott volt a kis... Jaj, Skeletont kellett volna lerakni, nem mindegy most már. A lényeg az, hogy... visszavertük a pust. És semmit nem sebzett a tornyunkba. Mondjuk... Hát konkrétan kevesebb élete van a fő... nem. Szóval kevés élete van a főtorniának, úgyhogy szerintem én már is a 3 koronára megyek. Tudom. Nem kéne, de hát most elég jól állok, úgyhogy megengedhetem magamnak. YOLO life. Most már csak 900 élete van. Na nézzük csak
Az baj, hogy itt lassan történnek a dolgok, és. Nem baj, az árcsereket szeretjük. Uha. Gyerünk minionok. Puk. 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 Jó. Oké, az nem izgat. Gyerünk Goblin Barrel. Nem tudom mi értelme volt annak a 4-es minionokat elküldni a tornyra. Konkrétan 2 tudott. 400 élet, 200 élet, 100 élet, 80 élet és megvan. Yes, így kell lerombolni. Amúgy egy csomóan mondtátok, hogy nagyon szeretitek ezt a sorozatot, és én is szeretem igazából, mert tök egyszerű alapdolgokat csinálok, és tudok egy csomó embernek segíteni. És meg lett az 1000 kupa. Achievement nincs. 1250, valamilyen achievement van, azt tudom. Arena 4-et kell érni, 5 gemet, ez kemény. Valami kupa limit, nem. Arena 4. 1100 kupa. Szerintem az már a következő videóra fog maradni, mert nem akarok annyit itten játszani. Úgy 2v2-zik, most csak nincsen játékban. Aha, na, már megint egy level 4-es ellen megyünk. Érdekes. Egyre több level 4-es ellen megyünk mostanság. Jó, az a Spirit Goblin annyira nem izgat engem. Persze, hogy... Fú. Mondta, hogy leszedi a torony, mondta, hogy leszedi a torony. Uha. Uha. Ez az. Ez jó volt. Éltul. Jó. 1100, 1600, nem jó, de még ugye nincs vége a meccsnek, meg semminek nincs vége. Még nem szabad elkönyvelni a veszteséget. Máris sokkal kevesebb különbség van a kettőnk tornya között, és a Witch az nem fog elérni a toronyig. Ha én azt mondom, de elért, na mindegy. Viszont ez a minipekkel nem fog. Uha. Azért kicsit megtojtam. Az elég komoly volt, haver. Azt kell mondjam, 800, 700, 700, 600. 500, viszont most nem sok mindened lesz, amivel le tudod szedni a Goblin Barrelemet. Ez az! Yes! Le is szedtük a tornyomat, le is szedtem inkább. Viszont... aha... Ez az! Hát mondjuk... Már nem az életem a tornyomnak, nem túl sok... Úgyis le fogja szedni Fireball, meg Arrow-val. Na nem baj. Én már indítom is a kövi pushomat. Nem. Ezt itt indítom, mert azt a witch-et le kellene szedni. Meg szidni. Aspect közben gyorsan így elengedtük. Puk. Jó. Zsír. Ha! Nagyon nem megy ennek a spellek ennek az emberkének. Úgyhogy ez konkrétan most az összes spelljét elhasználta. Én pedig lelakom az összes katonámat, és szegény nem fog tudni mit csinálni. Hiába rakja a mindent, a minionokat, a prince-et, de nézzétek meg mennyi katona van ott a tornyán. Atya úristen, még egy fireball-a most mint az összeset szét tudná szedni, de ő inkább leszél a tornyomat. Ez van, legalább egy koronát szerzett. Na én meg pedig megpróbálom megszerezni a második Crown Chest-et, amihez igazából már csak 4 korona kell, ami igazából 2 csata, amivel igazából meg is lehet talán a Arena 4. Na, sok szerencsét kíván, na, egy jó fej ember, a legtöbb ember nem is csinál semmit, csak max kinevet vagy valami, úgyhogy én ezt... Oh, atya. X-bo! Úristen, az mennyi élettel élte túl? Hogy van ennek kettes X-bója? Egyetem van már X-bó elérhető ebbe az arénába? Én ezt... Ajja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 jj
az nem tudott mit csinálni. Köszi, 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 ez az. 400 élet.
BOOM! 242. Na, ez jó volt. Ugye Xbox az 6 elixír, nem gondoltam volna, hogy Arena 3-ban már Xbox-ban jönnek ellenem, főleg nem azt, hogy 3-as, 2-esen. Jó, szépen elterjedtük a Witch figyelmét, és oké. Sicsicsi, 6-os goblinok azok kemények. Jó. Jó. Mondta, nincs fireballod, vagy valami hasonlód. Oh. Okay. Meg is volt, mondjuk sokat nem használtál azóta. Tudja, hogy most fogja lerakni. Érzem. Készülök. Nem, most ezt fogja lerakni. Ez az, beleraktam a skeletonokat. Yes! Volt egy tornyom. Hát ezt már kb. Megvédeni is fölösleges. Nem baj, én már a következő tornyra készülök. Ne. Gyerünk! Jó, leszettem egy tornyát ott jobb oldalt, úgyhogy a bal oldal is már mindjárt van. Ez az! Good game. Köszi. Na ezt kap ki, haver, tetya. Yes. Nem tudok veszíteni, amúgy, de tudok, már volt, amit elvesztettem. Viszont volt, amit nem is három koronáztam le, de azért elég sok három koronám van. Azt mondom neki, hogy good game. És talán meg lesz az aréna. 4. Oh, lesz hog meg lava. Ja, Xbox az itt elérhető el. Aha, akkor azért van meg neki. Na jó, utcsó meccs, srácok, és talán meg lehet. Meg lehet talán az... Ha level 6? Talán meg lehet a... Sivat. Ajn! Talán meg lett az Arena 4. Megint egy Xbox, hát kiégek amúgy. Tesla. Jó fiú. Mondta, lesz egy ezer óvom a Goblin barájét. Puk! Jó. Vezetünk egy level 6-os ellen. Csak két szinten nagyobb, az nem is annyira durva. Nos, és Teslát használt, elég rossz helyre rakott le, én azt mondom konkrétan. Gyerünk, puk, süty! Jó, nos. Egy 4 szokásos taktika Baby Dragon ellen, ezt nektek is tudom ajánlani. És... Ups. Nem rossz. Ezért hogy két spellem van. És ugye mondjuk ez 4 elixírért töltem meg egy 3 elixíres katonát, az előtte 5 elixíres katonát töltem meg 3 elixírből, szóval plusz 1 elixírben vagyok így is. Hát ez érdekes volt. Na jó, először viszont most bal oldalra rakta azt a Teslát, úgyhogy... Na jó, terv módosult. Ja, yeah. Goblin barát, szed szét, gyerünk, Ero, szed szét. Megint ugyanaz a taktika, hogy neked most balónod is van, jaj. Nem baj, viszont annyi katonám van arra a balónra, hogy csak ne az az elcse, nem tudom mit csinál, bum! Ez az nem tudott egyet se. Ütni. Bum.
Lehet nem kellett volna, lehet nem kellett volna. Opa. Hagyom, már hagyom. Csak ez az. Troll, 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 és megvan a Crown Chest is. És szerintem megvan az Arena 4 is. A plusz 29, mondta, hogy megvan. Yes! Yes, yes, yes. Na. És azt mondja, hogy a shopba új kártyák vannak. Nem, ezt nem fogom megvenni, mert no gem van. Innen sem kell igazából semmi, úgyhogy nézzük a Crown Chest-et. Hát, ha valami fincsi dolog van benne. Kis gold, de sose árt. Két gem. Két skeleton, komoly. Ó, és ellakoltuk az Infernót. Három Giant, yes. És 34 Ero, ez tök jó, ugyanis az Ero-mat tudom fejleszteni ötösre. És ezáltal többet sebez, konkrétan 167-et és 67-et a Crown Table-re. Itt már meg is van a videó címe, Arena 4, level 4-esként. Tökéletes, öcsi ment, 5 gem, plusz pont, valamint ugye az Infernot unlockoltuk, de nekem nem nagyon van szükség igazából, mert ez a deck ez elég jól működik nekem, ugyanis tényleg tank, van két tank benne, van benne Goblin Barrel, van benne két spell, és ezek igazából csak védekező katonák, meg ugye offenzívával lehet fordítani a dolgokat, olcsó is, jó is, meg ugye van ez a deckem, amit nagyon-nagyon szeretek, de egyelőre most tényleg ezt használom. Úgyhogy én ennyi lettem volna mára, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, találkozunk holnap a következő videómban, sziasztok!